Ki az, aki mindenben a hibát keresi, vagy ki az, aki rettenetesen fél attól, és miért, hogy hibázni fog? Szeretettel köszöntelek, Németh Jerika vagyok, önismereti tréner. Az önismereti folyamatok során nagyon-nagyon gyakran vezetjük rá a vendégeinket, az embereket arra, hogy vegyék észre, mi a szerepük egy-egy esemény bekövetkezésében az életükben. Fel is szoktam tenni ezt a kérdést, hogy mi a szereped abban, ami most történik veled, mit gondolsz, mivel és hogyan járultál hozzá a folyamatokhoz, amikben most benne vagy. Nagyon sokszor el is hangzik ez a kérdés tőlem videókban, vagy cikkeim során is, nem csak a személyes alkalmakkor. És egy darabig nem értettem, hogy miért van az, hogy néhány emberből ez ellenállást vált ki. Nem felém, az engem nem zavarna, hanem egyszerűen azt látom, hogy elkezdenek hadakozni, ellenállásba kerülnek, befeszülnek néhányan. És hosszú időbe került, mire végre megértettem egyikük elejtett szavából, hogy miről is van szó. Sokan ugyanis amögött a kérdés mögött, hogy keresd meg a saját szerepedet egy folyamatban, vagy vizsgáld meg, hogyan járultál hozzá az események bekövetkezéséhez, azt fedezik fel, hogy hibások. Nagyon sokan a felelősségtudatot, vagy a szerepüket egy helyzetben azzal azonosítják, hogy itt most őket hibáztatja valaki. Vajon miért gondolkodik úgy az emberek nagy része, hogy ők hibásak? Egyáltalán miért gondolod azt, hogy ha valamit teszel, akkor az hiba? És miért gondolod azt, hogy ha valamit nem teszel, akkor az is hiba? Az önismereti munka során én nagyon figyelek arra, hogy soha ne használjam azt a szót, hogy hibáztál, vagy azt, hogy hibás vagy. Ezért is volt nekem furcsa, hogy miért bántódik meg valaki ezeken a kérdéseken, ezeken a mondatokon, hiszen én nem hibást kerestem benne, én a szerepedet keresem egy folyamatban. És hogy miért teszem ezt? Azért, mert ha azt tudod megtalálni az eseményekben, amikben részt veszel, hogy mi a te szereped abban, hogy az bekövetkezett, ha fel tudod fedezni azt, hogy hogyan váltál részesévé, okozójává egy-egy folyamatnak az életedben, akkor ezzel megnyered a lehetőséget arra is, hogy ezeket a folyamatokat, ezeket az eseményeket megfordítsd, és a saját hasznodra alakíthasd. Vagyis így válsz az életed teremtőjévé. Nem a hibát kell észrevenni a dolgaidban, a működésedben, hanem egész egyszerűen a működésedet kell észrevenni. Azt kell észrevegyed, hogy hogyan válhatsz okozójává, és hogyan válhatsz teremtőjévé az életednek. Én nem hibát keresek benned, hanem lehetőségeket és megoldásokat kell találnunk benned. Miért? Hát egy banális kérdéssel indul ez a dolog, hogy megértsd ezt a folyamatot. A banális kérdés pedig így szól, hogy tudod-e, vagy egyáltalán képes vagy-e arra rálátni, hogy az életedben minden egyes esemény a te életedben az a te részvételeddel történt. Aktívan vagy passzívan, de te jelen voltál életed minden eseményénél. Ez igaz, ugye? Hát igaz, nehéz ezt cáfolni, bár nagyon-nagyon banálisnak és egyértelműnek tűnik. Pont ezért meg is mosolyogtat. Pedig ez nagyon-nagyon fontos kulcsgondolat, hiszen ha életed minden egyes eseménye csak a te jelenléteddel történhetett, akkor az azt jelenti, hogy vagy tudatos döntéseddel és választásoddal voltál benne abban a folyamatban, vagy pedig egy passzív döntéssel, aképpen voltál benne, hogy másra hagyatkoztál a döntéseid során, de gyakorlatilag akkor is benne voltál passzív részvételeddel. Tehát vagy úgy, hogy megengedted a folyamatot valakinek a te életedben, vagy úgy, hogy tudatalatt okoztad, vagy pedig úgy, hogy tudatosan döntöttél és választottál egyfajta esemény mellett. Ha ezt megérted, hogy aktívan vagy passzív döntéseiddel okozója és teremtője vagy a folyamataidnak, akkor gyakorlatilag megérted azt is, hogy a jövőben alakíthatod az életedet. Nem kell függened másoktól. Nem kell a döntéseket az életed fölött mások kezébe adnod. Hiszen ha okozhatsz és teremthetsz az életedben, akkor nálad van a megoldás és a lehetőség is, hogy olyanná alakítsd az életedet, amilyennek szeretnéd. Ehhez azonban meg kell értened,
hogy mikkel és hogyan vagy okozója a folyamataidnak. Tehát nem hibást keresünk, hanem okozatokat, okozókat, teremtőket keresünk a te működésedben. Például hibás vagy azért, mert megéheztél? Nem! De ha nem eszel, akkor éhes leszel. Tehát hogyan tudod teremteni a jól lakottságodat? Úgyhogy egyél. Vagy hibás vagy akkor, hogyha megbetegszel? Nem, nem szándékosan csináltad. Ugyanakkor mégiscsak részese vagy a folyamatnak. Tehát vajon mivel okozhattad, hogyan vehettél részt az eseményekben úgy, hogy a betegség felütötte a fejét? Vajon milyen működéseddel járulhattál hozzá ahhoz, hogy a testedben folyamatok indultak meg? Hogyan járulhattál hozzá? Mi a szereped? Amikor a hozzájárulásodat, az okozóságodat és a szerepedet keresem egy folyamatban, akkor valójában azt kell megvizsgálni, hogy hogyan gondolkodsz az életedről, hogyan gondolkodsz magadról, hogyan állsz hozzá helyzetekhez, mi az, amit problémának minősítesz. Egyáltalán problémákat keresel, problémákat fedezel fel az életedben, vagy mindent inkább lehetőségként értelmezel. Vajon hogyan gondolkodsz, milyenek a vágyaid, miktől félsz? Ezek a kérdéssorok azok, amik segítenek felfedezni, megérteni a szerepedet egy-egy helyzetben. Nézzünk példát. Például nagyon sokan játsszák azt, férfiak, hogy abba futnak bele, és panaszolják is, hogy a nőket csak a pénz érdekli. Na most természetesen nem minden nőt érdekel csak a pénz, hiszen a legtöbb nő ma már van annyira önálló, határozott, magabiztos és sikeres, hogy sokszor jobban áll anyagilag, mint a férfi. Na most az a férfi, aki viszont mindig azzal szembesül, hogy a nők a pénzére hajtanak, az a férfi mit fog csinálni? Ha nem elég tudatos a folyamataira, nem elég érett az elméje, akkor azt fogja mondani, hogy a párkapcsolati kudarcaimért a pénzéhes nők a felelősek. A felelősséget, az okozóságot a nőkre hárítja. Így ő maga csak egy szerencsétlen áldozata tud lenni a folyamatoknak. Azonban egy okos és tudatos férfi, aki szeretné a boldogságát megélni és megteremteni, az másképpen fog gondolkodni. Az nem azt mondja, hogy a nők a hülyék, hanem elgondolkodik azon a kérdésen, vajon miért ezekbe a kapcsolatokba megyek bele? Vajon miért azokat a nőket veszem észre és találom meg, akiknek nem lesz elég a pénzem? Hoppácska, nekem nem elég a pénzem. És valóban ez a gondolat fog elvezetni az elmédben futó programhoz. Olyan nőket keresel, akiknek nem lesz elég végül a pénzed. De miért? Az a helyzet, hogy fut a fejedben egy program ilyenkor férfiként, és ez a program úgy szól, hogy egy férfi akkor férfi, ha a nő számára az anyagi biztonságot megteremti. Nem a nők indítják ezt a programot, hanem te gondolkodsz így a férfiasságról. Tehát olyan nőket kell keresni ennek a programnak az indítatása nyomán, olyan nőket, akik önállótlanok, és akiknek a férfi kell, hogy megadja az anyagi biztonságot, vagyis olyan nőket kell keresni, akik függeni fognak a férfitől, és elvárják a férfitől, hogy megteremtse az anyagi biztonságot. Na most te leszel az férfiként, aki a program nyomán kifejezetten önállótlan és anyagilag függő nőket fogsz észrevenni azért, mert ezeknek a nőknek a tükrében élheted meg a program szerint a férfiasságodat, vagyis, hogy te kell, hogy anyagi biztonságot teremts. Csak éppen sajnos adott esetben neked most erre nem elég a pénzed. Tehát gyakorlatilag a programmal, amit futtatsz, magad számára kudarcos helyzeteket okozol. Kudarcos helyzetekbe, csapdákba kergeted magadat. A program tehát az, ami a fejedben fut, hogy a férfi anyagi ereje, a pénze meghatározza a kapcsolat sikerét. A megoldás mi lehet? Ezt a programot fölül kell írni. Vagyis meg kell kérdőjelezni a programot, ami fut a fejedben. Először is. Biztos, hogy attól leszek én férfi, hogy anyagilag eltartok egy nőt? Biztos, hogy a nők többsége arra vágyik, hogy a férfi anyagilag eltartsa őt?
Biztos, hogy nincs olyan nő, aki nem a pénzemre utazna? De akkor milyenek azok a nők? És az a helyzet, hogyha olyan nőt szeretnél, vagy olyan kapcsolatot, ahol nem a pénzed a tét, akkor bizony szembe kell nézned azzal, hogy olyan nőket kell keresned, akik önállóak és függetlenek. Ott viszont nem azzal leszel férfi, hogy fizetsz. Ott mással kell virítanod, ott a magabiztosságod lesz a fő, ott a figyelmed lesz a fő, ott az intelligenciádat kell elővenni. Kész vagy erre? Ha igen, akkor rögtön más nőket fogsz vonzani az életedbe, és nem olyat, akiknél kudarcba kell futnod azzal, hogy nem elég az Isten pénze sem. Vagy nézzünk egy másik példát is. Gyakran előfordul a megfelelési kényszeres embereknél, hogy túlterhelté válnak a munkahelyükön, mert minden egyes feladatot bevállalnak, nem tudnak nemet mondani, hiszen a nemet mondás az a megfelelési kényszeres program alapján egyenlő lenne azzal, hogy csalódást okozok. Márpedig egy megfelelési kényszeres jó ember akar lenni, és ő képes akar lenni, és készséges akar lenni. Ő nem okozhat csalódást. Ezért a feladatok csak tornyosulnak szegénynek a feje fölött, és egyszer csak már azt kell belátnia, hogy úristen, nem tudok ennyi mindent elvégezni, teljesen kicsúszik az irányítás a kezem közül, ha ezt így folytatom. De nemet mondani akkor sem fog tudni, viszont szépen megbetegszik. Megbetegszik, és otthon maradásra kényszerül. Mi történik ilyenkor? Természetesen megfogalmazódik, hogy ó, hát most megint beteg lettem, mert akkora rajtam a teher. De valójában újra fel kellene tenni a kérdést. Hogyan vettem részt ebben a megbetegedésben? Mi a szerepem abban most, hogy én ágynak estem? Mivel járultam hozzá az állapotomhoz? Mivel okoztam azt, hogy túlterhelté váltam? Igen, az történik, hogy az elmében ugye a nemetmondás készsége a program nem fut. Ezért úgy kellett nemet mondanod, hogy ne kelljen nemet mondanod, ne kelljen kimondanod a nemet, viszont mégis képtelenné váltál arra, hogy elvárja, hogy azt teljesítsd, amit elvárnak. Viszont azzal, hogy beteg lettél, azzal azt érted el a kollégáidnál, hogy együtt éreznek veled. Tehát nem csalódnak benned, hanem együtt éreznek veled, és azt mondják, hogy gyógyulj meg majd a feladatodat, ráérsz utána elvégezni, vagy pedig besegítünk, és elvégezzük helyetted. Gyakorlatilag úgy mentesülsz a terhek alól a betegségednek, hála, hogy nem kellett csalódást okoznod. Hogyha itt nagyon ügyesen és önismerettel és őszintén magadban nézel, akkor arra a kérdésre, hogy hogyan és mivel okoztam magamnak, mi hasznom van nekem ebből a betegségből, akkor gyorsan rájössz, hogy azért kellett idézőjelben megbetegítened magad, mert fut a fejedben az a program, hogy nem mondhattam nyíltan nemet. Együttérzést kellett teremtenem ahhoz, hogy a feladatoknak az elvégzéséhez segítséget kaphassak. Az önismeret segíteni fog a jövőben, nem fogsz megbetegedni, hanem időben észreveszed azt, hogy nemet kellene mondani így, a száddal. Azt kellene mondanod, hogy nem fogom tudni ezt a sok feladatot elvégezni, nem akarok csalódást okozni, inkább most szólok, hogy segítségre van szükségem. Hát mindenképpen eredményesebb lesz hosszú távon, mint az, hogy elintézel magadnak tudat alatt egy jó kis ágynak esős megbetegedést. Nagyon fontos, nem hibás vagy azért, mert megbetegedtél. És nem hibást keresünk benned akkor, amikor az a program fut benned, hogy sajnos a nők olyan nőket választasz, akik a pénzedre mennek. Ezek egyik sem hiba, de kell, hogy lásd a saját működésedet ahhoz, hogy lehetőséggé tud formálni mindezeket a működéseket. Aktív részese kell legyél az életednek ahhoz, hogy úgy okozd és úgy teremtsd a folyamataidat, hogy azokban jól érezhesd magad. Szóval nyomatékosítom. Az önismereti munka nem arról szól, hogy hibát és hibást keresünk benned. A felelősségvállalás önmagadért nem arról szól, hogy hibáztatod magad.
Van arról egy videóm már, hogy hogyan találj magadra, és hogy ennek hogyan, milyen lépcsőfokain kell keresztül, mert nem tudom most pontosan annak a videónak a címét, keresd meg itt a YouTube-on, meg fogod találni. Az, amikor hibást keresel, akár a külvilágodban, akár önmagadban, ez még egy nagyon alacsony tudatossági szint, ez még nem járul hozzá jól a teremtéseidhez. Hiszen figyeld csak meg, amikor kimondod, hogy hibás vagyok, azonnal elkezdesz érezni egy feszültséget. Azonnal elkezdesz érezni egy ellenállást magadban. A hibáztatás akár feléd irányul, akár kifelé okoz, hibáztatsz valakit, mindenképpen egy ellenállást fog benned elindítani, feszültséget kell és kelt, és harcossá válsz. Na most a feszültség, az ellenállás és a harc, az nem útja a boldogságnak. A boldogságnak csak a béke, a megengedés, a hála, a szeretet, az elfogadás, a harmónia lehet az útja. Tehát minden, ami benned ellenállást kelt, az kigyomlálandó. Hogyan ne keresd hibást, úgyhogy ne döntsd el semmiről, hogy az jó vagy rossz. Ne ítéld meg, ne ítélkezz. Úgy gondolkozz csupán, hogy minden, ami van, az csak van, és hát, ha jó lesz az valamire, az csak egy működés, nem hiba, nem jó, az csak egy működés. És nézzük meg, mire lehet az jó, mit lehet abból kihozni. Köszönöm, hogy velem tartottál, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos témakör a felelősségvállaláshoz, a boldogságod útján, remélem, hogy hasznodra lesz most is, és nem hibákat keresel magadban, a videóban, bennem, meg a történetekben, történésekben, hanem elkezded bölcsen és tudatosan észrevenni a saját szerepedet. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, tarts velünk önismereti kurzusainkon is, sok szeretettel látunk Gáborral közösen. Szerezd be otthonra önismereti könyveinket is, és juss felismerésekre magadról otthon kényelmesen. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó sok pénzt, jó egészséget, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak kívánnál még. Tarts velem, velünk máskor is!